A görögországi utazás egyik legjellegzetesebb és egyben legtöbbet ajánlott étele a tzatziki saláta. Igazi ízeket csak ott kaphatunk, de megpróbálhatunk azzal dolgozni, amink van. Alig néhány perc alatt otthon is készíthetünk igen ízletes salátát az egész család számára. Mossuk meg alaposan a frissen vásárolt kígyó uborkát. Vágjuk le mindkét végét, de csak annyira keveset, amennyit tudunk. Ne pazaroljunk. Az egyik tálba helyezzük el a ketté vágott uborkát, így könnyebb lesz kezelni. Vegyük elő a reszelőt és válasszuk ki a közepes lukú oldalát. Ízlés szerint más méretben is reszelhetünk, van, aki teljesen aprón szereti, mások pedig vastagabb csíkokban. Nagyon figyeljünk, hogy meddig reszelünk, vigyázzunk, nehogy megsértsük a kezünket. A lereszelt uborka levét alaposan nyomkodjuk ki, akár kézzel is könnyedén kipréselhetjük. A levet összegyűjthetjük egy pohárba, lehűtve egészen kellemes ital lesz belőle, annak, aki szereti az uborka kissé fanyar ízét. A kipréselt uborkát tegyük egy öblösebb edénybe, amelyben könnyedén tudunk keverni. Az eredeti görög recept szerint joghurtot kell hozzáadni az uborkához, van, akinek tejföllel jobban ízlik majd. Érdemes kipróbálni mindkét változatot, sőt, akár keverhetjük is a kettőt. Adjuk hozzá a nagyobb boltokban megvásárolható tzatziki port, közepes méretű uborkánként egyet. Ha nem kaptunk ilyen fűszerkeveréket, fokhagyma vagy fokhagymakrém is megteszi, illetve megbolondíthatjuk az egészet egy csipetnyi törött vagy őrölt borssal. Keverjük össze egy villával, majd kóstoljuk meg a kész salátát. Jó, ha tudjuk, hogy a hűtőben, lezárt edényben pár óra alatt még jobban összeérnek az ízek. Ízlés szerint hozzáadhatunk még egy gereszt tört vagy reszelt fokhagymát, de vigyázzunk a mennyiségre, ne legyen túl erős, és arra is figyeljünk, hogy ne reggelire fogyasszuk a salátát, a fokhagyma illata egész nap elkísér bennünket.